Konya Kriszta énekesi pályáját a Szegedi Nemzeti Színház énekkarában kezdte. Milyen előnyei vannak annak, hogyha valaki énekkarban kezd el énekelni? Szerintem mindenkinek így kellene kezdeni. Főleg, aki ugye nem jártas a színpadi világban, a színpadon, a fortéját meg lehet, egyáltalán arról képet lehet kapni, hogy milyen egy színházban a munka. Tehát ugye előtte én azon kívül, hogy színpadi gyakorlat van a főiskolán, illetve az egyetemen, tehát tanultunk azért színpadi mozgást, de az ember mégiscsak a nagy színpadon, a való életben tanulja meg azt, hogy hogyan kell viselkedni, már onnantól kezdve, hogy az ember belép a kapun, belép a portán, mi a rend, van egy próbatábla, megvan amúgy annak, hogy az előadás előtt mennyivel jövünk be, hogyan készülünk föl, és hogyan viselkedünk a takarásban, hogyan viszonyulunk a műszaki dolgozókhoz, a jelmezhez, a díszlethez, a zenekarhoz, a hangzásvilág, tehát mindent meg lehet tanulni a színpadon. Akik az énekkarban énekelnek, azt szokták mondani, és ott állnak a szólista mögött, mindenki úgy gondolja, hogy jobban tudná azt énekelni, mint aki ott előáll. Érdekes. Én őszintén mondhatom, hogy nem gondoltam erre, tehát nem jutott eszembe. Én örültem, hogy helyem volt és állást kaptam. Ugye abban az időben még Ober Frank Péter volt a zeneigazgató. Miután lediplomáztam, jelentkeztem nála, és meghallgatott, úgy gondolta, hogy még nem állok kész teljesen arra, hogy szólista legyek, de az énekkarban van üresedés és szeretettel várnak, és én ennek nagyon örültem, mert bekerültem egy nagyon klassz közösségbe. Biztos voltak olyan énekesek vagy énekesnők, akik mögött álltál, és jól esett őket hallgatni, vagy arra gondoltál, hogy ők lehetnek ilyen példák? Elsősorban Vajda Júlia volt. Tehát most ő jut eszembe, de persze más énekesek is voltak, mert például a Lammer Mori Lucia-t is játszottuk abban az időben, és akkor Rost Andra énekelte például Lucia szerepét. Eszembe jut még Lukács Éva például a Végzett hatalmából. És még sorolhatnám, de Júli volt az, aki elég sokat állt előttem, és nagyon felnéztem, és most is felnézek rá. Aztán jött egy-egy szóló feladat. Ezek hogyan sikerültek? Így van, mindjárt az első évadban kaptam gyerekeknek beavató előadásra, a Figaro házasságát játszotta a színház, és a grófné szerepét énekeltem. Ez azt jelentette, hogy egy rövidített változat, nem voltak benne áriák, a nehéz részek tulajdonképpen nem szerepeltek, gyerekeknek egy vágott előadást. Tehát kaptam feladatot, és utána Toronykői Attila, aki a rendezője volt ennek a gyerekelőadásnak, ő vitte is ezt tovább Debrecenbe. Tehát mindjárt az első évadban mentem Debrecenbe is a Figaro házasságával. Ez érdekes, mert a Figaro házasságában aztán később voltál Szuzanna. Szuzanna, igen. És azért is érdekes. Fordítva szoktak. De igen, hát a hangfaj szerint a Szuzannát kellett volna énekelnem, de ott volt üresedés, tehát azt hiszem, hogy akkor épp Farkasréti Mária helyett énekeltem. És Vajda Júlia volt Szuzanna. Ez érdekes csere volt. Később pedig fordítva, amikor énekeltem az egész szerepet, már mint szólista, akkor Vajda Júli volt a grófné, és én voltam Szuzanna. Melyiket szereted jobban, vagy? Vagy milyen ez a két szerep? Hát most már figurában közelebb áll hozzám a grófné, úgy érzem. Úgyhogy legközelebb, ha elővesszük, remélem, hogy a grófnét is elénekelhetem. De akkor ez, azt hiszem, a 8 évvel ezelőtt a Szuzanna teljes mértékben hangilag is és fizikailag is úgy gondolom, hogy rám volt szabva. Aztán elénekeltem a Melindát is, a Bánkban Melindáltam, egy elég nehéz szerep. Igen, ez mindjárt a következő évben, tehát 2002-ben jöttem a színházba, 2003-ban énekeltem mondjuk a Figaro házasságát, és 2004-ben Melindaként debütáltam. Mi volt a kérdés?
Hát, hogy ez egy nagyon nehéz szerep. És, igen, mert én mesélek. Na, mesélj. De, csak éppen a kérdést nem hallottam meg. Nehéz szerep, de Oberfang Péter mindjárt ott az első év után itt hagyott bennünket, váltásra került sor, és akkor Molnár László lett a zeneigazgató, aki nem ismert engem. És én mindig álltam a portán, és néztem, hogy milyen előadások lesznek, kik szerepelnek, és hol van lehetőség egyáltalán megmutatkozni. Láttam, hogy műsorra tűzték a Bánkbán, de nem volt Melinda. Így megtanultam ezt a szerepet, jelentkeztem, és miután nem találtak jobbat, gondolom én, megkaptam a szerepet, és énekeltem. Nagyon nehéz volt. Ez így van. Milyen nehéz a Melindában? Hát elsősorban az énekelni való, tehát hogy föl van rakva a szólam, de ez azért egy koloratúr szerep. Szokták énekelni lírai koloratúr és drámai koloratúr hangok is. Más, mint egy Belcanto opera. Tehát teljesen másképp, nagyon világosan, fényesen, tehát nagyon, na ezt most ebbe belekavarodtam, de azt akartam mondani, hogy konkrétan, sokkal konkrétabban kell énekelni, tehát nincsenek azok a kis apró finomságok, amit egy olasz operában az ember megtehet annak érdekében, hogy könnyüljön, hogy könnyebben tudja énekelni a szólamot, ez kemény énekelni való. Meg hát ezt magyarul kell énekelni, és magyarul. Most már az olasz operák többségét az eredeti nyelven éneklitek. Igen. Mi a különbség a magyarul éneklés, meg mondjuk az olasz, vagy eredeti nyelven éneklés között? A magyar nyelvben nagyon elhatárolódnak a világos és a sötét hangzók, tehát ugye nekünk van E, E, A, az olaszoknak például nincsen. Nagyon van, hogy az A felé jobban nyitnak, de igazából egy köztes hangzót használnak, egy A és E között, és sokkal könnyebben, lágyabban, gömbölyűbben előre lehet tenni a hangot, pozícióba lehet helyezni. Nagyon nyitott a magyar nyelv, a vokálisok nagyon nyitottak. Viszont magyarul van megírva, mondjuk a Kékszakálló Hercegvár, amit még nem énekeltél, lehet, hogy nem is fogsz, de vagy a Hári János Örzséje, azt magyarul nagyon lehet énekelni, vagy nagyon érthetően kell. Ez így van, hiszen magyarok vagyunk, és kell, hogy értse a közönség. Az Örzsében még az is jó, hogy tájszólást is bele lehet vinni, és amikor énekeltük Cseh Antal kollégámmal, akkor ugye ő makói, én vásárhelyi vagyok, mind a ketten őzve tanultunk meg beszélni, és ezt hasznosítottuk is a színpadon rendesen. Mit szólt hozzá a közönség? Én úgy gondolom, hogy tetszett. A kollégáknak nagyon tetszett, a rendező elfogadta, szintén Toronykői Attila, és a közönségnek is tetszett.
Na most itt a hangfajokról kezdtünk beszélni, és akkor adódik az egyszerű kérdés, hogy te milyen hangfaj vagy végül is. Mert mondjuk a Norinára azt mondják, hogy lírai szoprán, lírai kortú szoprán, mondjuk a Toszkára, vagy az Ardinelli Kúrőre azt mondják, hogy drámai szoprán. Igen. Én lírai szoprán vagyok, úgy gondolom, spinto. Tehát a lírai és a drámai szoprán között, de hogyha választani kell a kettő között, akkor inkább a lírai felé hajlik a hangom. Gyimesi Kálmán tanított engem 5 évig, és ő mondta, hogy olyan szerencsés helyzetben vagyok, olyan a hangszínem, a hangfajom, hogy sok mindent meg tudok oldani. Tehát van koloratúrkészségem, de van benne erő, svung, és így a drámai szerepeket is meg fogom tudni oldani. Ez nagy előny egy vidéki színházban, ahol mindent tudni kell. Mondjál néhány olyan szerepet, ami igazán közel állt hozzád, vagy ami úgy nagyon megmozgatott. Hát szinte minden. De ami elsőre eszembe jut, most a hangfajtól függetlenül, tehát Toszka, Tatjana, a Traviátát is imádtam. Hát a tragikus hősnők elsősorban. De nagyon szeretem az operettet is, szeretek benne felszabadulni. És nagyon örülök, hogy most megint Norinát énekelhetek 10 év után, mert körülbelül akkor volt itt utoljára a gyerekeknek beavató előadás Don Pasquale-ból, mert vágyom most már egy kis vidámságra is. Az szokott lenni, hogy valaki fiatal korábban ilyen kis fiatal lányokat énekel, meg vígoperákat, és utána elkezd súlyosabb szerepeket énekelni. De mondjuk Toszka, meg Adrianello Cuvrur, meg Traviata utána nem szoktak, vagy nem mindenki szokott visszamenni, úgymond a Norinára, vagy ezekre a lírai dolgokra. Én nagyon szívesen teszem ezt. Elsősorban a hangulata, a lelkülete miatt, mert a vígopera miatt nagyon vevő voltam rá, mert ritkán játszunk vígoperát, illetve én ritkán kerülök bele. Másosorban úgy gondolom, hogy a hangomnak is jót tesz. Hát időnként az embernek mérleget kell készíteni, és mivel nem vagyok igazi drámai szoprán, és nagyon sok drámai feladatot énekeltem, így egy kicsit elmentem abba az irányba, hogy jót tesz, ha visszakönnyülök. Tehát a hangképzésed egy kicsit felfrissül most ezáltal? Igen, egy kicsikét visszatérek a hozzám közelebb álló vonalhoz, és ez mindenféleképpen jót fog tenni a torkomnak, úgy érzem. Na most említetted az operettet, az opera énekesek általában nagyon nem szeretnek beszélni, és sok van, aki nem is tud színpadon beszélni. Vagy megtartja azt a zándacot, amivel igen, vagy mesterkélt lesz, vagy ha engedjük, hogy a civil beszédre, akkor meg nem hallatszódik. Neked nincs ebben bajod? Vagy szereted az operettet? Először én is idegenkedtem tőle, de úgy érzem, hogy sikerült megtalálni azt a hangszint, hogy természetesen szóljon, de azért mégis nagyot tudjon szólni az ember hangja. Nem művelem olyan szinten, mint a színészeink, de jól megy, úgy gondolom. Tudod te, mit jelentett az a kis fényképes riport a VIP Parisienben, amiben leírták rólad, hogy te vagy Párizs legerkölcstelenebb nőszemélye? Tudom. Szégyenemben egy hétig nem mertem kimenni az utcára. Nem is kellett. Nem győztem lerázni a tolakodókat, hogy nem vagy itthon. Másnap már 3 színigazgató versenyzett érted. Te voltál a fogkrém plakáton, te voltál a harisnya plakáton, te voltál a rúzs plakáton. Bárcsak nekem adott volna valaki ilyen tanácsot, amikor kezdő színésznő voltam. Miért? Rólad is leírták, hogy milyen ledér vagy. De az igaz is volt. Tapasztalatlan voltam, ártatlan gyermek.
Nem tudtam, hogy ez ilyet hazudni is lehet. De amit elrontottam a magam életében, azt most jóvá akarom tenni a te életedben. Hallgass csak mindig rám, aki anyád helyett anyád vagyok. Most nincs idő elérzékenyülni, szörnyű helyzetben vagyunk. Az is olyan érthetetlen, hogy ez a Sir Basil, mióta az a buta plecska elterjedt, havonta küldi az apanást, mintha valóban a barátnője lennék. Mi van ebben érthetetlen? Egy ilyen szőrnek annyi barátnője van, hogy nem tarthatja valamennyit a fejében. Még szerencse, hogy nem fogadtuk el. Az apanást? Az apanást. Légy erős. Elfogadtuk az apanást. Mit beszélsz? Most a Vígözvegyel. A Vígözvegyel, igen. Ravennában is voltál külföldön. Igen, a Ravenna jó Operett Fesztiválra. Hogy jutottatok el oda, és hogy vették az olaszok? Igazából, tehát az olaszok ezt a produkciót, a Szegedi Vígözvegyet szerették volna meghívni, de mivel egy időben volt a Varázsbubola a londoni turnéjával, így a társulat nagy része nem ért rá. Így meghívtak másik két színházat is, a debreceni Csokonai Színházat, az ő Marica grófnőjükkel és a Pesti Denevért. És a Debreceni Színház átvette a mi produkciónkat, jelmezestől, díszletestől, főszereplőstől, hál' Istennek, úgyhogy meghívtak a Vígözvegy címszerepére, mert én szabad voltam, és ezért játszottuk Debrecenben, és így a Debreceni Társulattal együtt mentünk ki erre a Ravennai őszi operettfesztiválra. Jól fogadta a közönség, nem olyan ismertek ott az operettek, nem hallgatnak, néznek annyi operettet, mint hazánkban, de mondhatom, hogy mind a három darab nagyon sikeres volt, főleg a Vígözvegy, mert azt ismerik a legjobban. Te rendszeresen énekelsz, játszol operettet is, miért szereted ezt, és ez miben más, mint az opera? Több a játék lehetőség. Tehát ugye operában, mint említettem, általában drámai vagy tragikus hősnőket szoktam alakítani, ami szintén nagyon közel áll hozzám és nagyon szeretem, de emellett mindig jól esik az operettnek a játékossága, bolondossága. Szeretek prózát mondani, és szeretem, hogy ilyen felszabadult, filmes műfaj. Filmes, igen, és hát ugye az operettben ott mindig van dráma, vagy szomorúság, de ott mindig van karakter, és a vége mindig vidámság lesz. Mindig happy ending. Igen, az operában ritkán van meg, hogy valami vagy komikus, vagy tragikus. Meg szerintem kevés az az operett, amiben a drámát nagyon komolyan kell venni. Tehát most nem is tudnék példát mondani. Tehát igazi nagy problémák azért nincsenek benne, ha az ember vele gondol, amit ne lehet, nem lehet megoldani. Nem élet-halál kérdés. Igen. Na most de ez, hogy a komoly meg a vidám keveredik, ez azért a Mozart nem megvan. Igen, igen. A Figaro-ba is megvan, vagy például a Don Giovanni-ba is megvan. Igen. Abba is több szerepet is énekeltél már? Don Giovanni-ban Donnalnát énekeltem. Itt csak egyetlen egy beugrás erejéig egy előadást énekeltem, és később Győrben játszottam Don Giovanni-ban Donnalnát. Az viszont egyetemben egy tragikus hősnő. Igen, igen. Miért szeretsz így eljárni másik színházakba is? Hát ki az, aki nem szeret utazni, eljárni, új embereket megismerni, új társulattal dolgozni? Hát ez egy vendégjáték. Igazából szerintem évente egy sem jut, tehát egy pár évente, két-három évente van ilyen alkalom, mert ugye én itt főállású magánénekes vagyok, és elég sokat énekelek az évad során, tehát nagyon nehéz összeegyeztetni, de mindig tehát felüdülés mindig elmenni valahová, főleg, hogyha jó a rendezés, jók a kollégák. Meg hát el lehet énekelni olyan szerepeket, amit az anyaszínházadban esetleg nem. Igen.
amellett, hogy fél lassú magánénekes vagy, te tanítasz is. Hol tanítasz és mit tanítasz? Hódmezővásárhelyen tanítok a Pécéli Attila Művészeti Iskolában magánéneket. Szentesen kezdtem a zeneiskolában, még főiskolás koromban, és utána átmentem Vásárhelyre, és hát mondhatom, hogy már 13 éve. Miért szeretsz tanítani? A gyerekek énekelni azért jönnek, mert szeretnének. Tehát ez nem olyan dolog, mint mondjuk egy általános iskolai énekóra, ami kötelező, és akár szeretsz énekelni, akár nem ott kell lenni, hanem igenis ők azért jönnek, mert szeretnek énekelni, szeretnék magukat megmutatni, és mindig jó érzés. Tehát igazából segítek nekik abban, hogy érvényesülni tudjanak, hogy meg tudják mutatni, hogy mi van bennük. Az eredmények miatt is többször volt felvételizőm, akit fölvettek a konzervatóriumba. Versenyekre nem sokat járunk, manapság már inkább a könnyű zenei vonal az, ami érdekli a gyerekeket elsősorban, úgyhogy évente csinálunk könnyű zenei koncertet is, amin kicsit elkalandozhatnak, énekelhetnek mostani slágereket akár. Musicalt is? Musicalt is, igen, amit szeretnének. De tulajdonképpen, hogyha a tananyagot, tehát ugye elsősorban hangképzést tanítok, hogy a helyes légzést, a helyes hangképzést, és utána pedig, ha elvégeztük azt az anyagot, amire szükség van a vizsga alkalmával, szabadon választható, hogy ki mit szeretne. Most a Don Pasquale-ra készültök, és amikor ezt a beszélgetést majd adásba kerül, akkor már nagyon közel lesz a bemutató. Azt miért szereted a Norinát? Milyen figura ez a Norina? Egy okos nő? A Norina egy okos nő, és egy nagyon céltudatos, tehát nekem nagyon szimpatikus. Főleg a második felvonást szeretem, amikor már igazán nyerekbe kerül, és ő az ura a helyzetnek. Hát igazából ő szerelmet szeretne, tehát ő szeretné az ő Ernestóját, és azt mondja, hogy ha a cél szentesíti az eszközt, ha az kell, hogy megszerezzem a szerelmemet, akkor belemegyek a játékba, és megleckéztetem az öreg Don Pasquale-t, és nagyon tetszik a humora, a játékossága, de van szíve is. Van is olyan pillanat benne, amikor már úgy megérzi, hogy messzire ment, és megsajnálja. Hát ott a az öreget, igen. De tehát ez is olyan dolog, hogy ez sem annyira, nem kell annyira komolyan venni. Tehát, mint amiről beszéltünk az operetben is, hogy semmi sem megoldhatatlan, és nem szabad a szívünkre venni a mélypontokat, főleg a Víg operában. Tetszik a játékossága nagyon. Az életben is ilyen vagy, hogy nem veszed túlságosan szívedre a dolgokat, vagy úgy túllendülsz könnyen? Nem. Illetve nagyon változó, sajnos nagyon szélsőséges, tehát úgy, ahogy kérdeztél a szerepeimről, és mindent szeretek, ezt is, meg azt is, mindent másért, ugyanígy ilyen vagyok az életben is, hogy sokszor nagyon a szívemre veszem, de azért vannak, hál' Istennek, olyan pillanatok, amikor felületesen tudom kezelni ezeket a dolgokat, és túl tudok. Na, mondjál olyan szerepet, amit nem szerettél, vagy amit nehezen... Hát maximum nem az olyan, hogy nem szerettem, olyan nem volt, de mondjuk az Inest, a Trubadurba, az kevés volt. Tehát, később a Leonora már nem, természetesen. Az nem olyan kevés, igaz. Igen. Nem tudok neked olyan, tehát nem tudok olyat mondani, hogy odaállok a színpadra, és azt mondja, hogy jaj, ezt most ne. Nem. És akkor mondjál olyat, ami nagyon könnyen jött, vagy nagyon természetesen meg tudtad csinálni, és olyat, amiért mondjuk küzdeni kellett, vagy sokat kellett dolgozni, gondolkodni rajta. Hát a küzdésről. Igen, amik drámai feladatok, azt most ugye elsősorban az embernek meg kell dolgoznia testileg, hangilag, tehát azért akkor lettem szólista, amikor az Adrián Előkúvrőrt műsorra tűztük, és azért az egy kemény feladat volt akkor.
Most így 8 év után úgy gondolom, hogy szívesen elővenném újra, és szívesen játszanám, énekelném. De ilyen volt a Francesca de Rimini is. Kezdetben, utána, amikor kiderült, hogy állapotos vagyok, akkor egyből megváltozott minden, és onnantól könnyebb ment. Nem tudom miért. Onnantól, jó, nem is játszottunk belőle sokat, tehát egy pár előadás volt. De ez fizikai vagy lelki változás? Lelki változás, és abban a pillanatban valahogy helyére kerültek a dolgok, amivel előtte azt hittem, hogy talán nem fogok tudni megbirkózni. Toszkától is tartottam hangilag, nyilván azért, mert nem vagyok igazi drámai szoprán, viszont lelkileg annyira közel állt hozzám a szerep, és annyira szerettem játszani, hogy a magam eszközeivel azt hiszem, hogy szépen ki tudtam dolgozni, és meg tudtam oldani, hogy egy komplett figura legyen. Igen, hát én is ezt szoktam mondani, hogy azt mondják, hogy ez nem egészen az ő hangjának való. Hát hogyha egy művész, egy énekes lelkileg azonosulni tud vele, akkor majd a hangja idomul hozzá. Igen, igen. Ez annyira összetett műfaj, és annyira nem csak arról szól, hogy a természetesen az az alap, hogy azért zeneileg, tehát a hanguk ott legyenek, a helyükön legyenek, de mindegyik szerep csak akkor él meg, hogyha az ember belülről, tehát a lelkén keresztül közelíti meg, és úgy teszi ki a színpadra. Előtte még talán akkor repetíciókon ott lehet vele küzdeni, meg kell is helyére rakni a dolgokat, és akkor még nem tudjuk annyira magunkba képzelni a figurát, de ha kikerülünk a színpadra, onnantól már csak az van, megszűnik minden más. Na most, hát állapotos voltál, megszületett a kisfia. Igen. Ez lelki változást is jelent egy ember, illetve pláne egy nő életében, meg testi változásokat is. Mit érzel, mi változott meg benned, mármint hogy mint énekesnő?
Pál Tamás mondta, hogy gömbölyűdött a hangom, tehát talán sötétebb lett, erősebb gömbölyűbb lett. Én ugye én közben nem éreztem annyira ezt a változást, tehát külső füllel mindig más. Meg te magad nem lettél gömbölyűbb. Én nem lettem gömbölyűbb, sőt. Visszanyerted a versenysúlyodat, igen? Vissza, sőt, még talán vékonyabb is lettem. Érdekes dolog, ez sokat kellett szaladni a kisfiam után. Átalakultam teljesen. Érettebb lesz az ember, lelkileg is érettebb, nyugodtabb, megfontoltabb, más. Mi bátya, mi beded isze, levajt Most mondtad, hogy a társulat tagja vagy, és azért itt évek óta van egy többé-kevésbé azonos gárda, vagy... Többé-kevésbé. Hát többé-kevésbé, de vannak emberek, akikkel sokszor lépsz fel. Kik a kedvenc partnereid is, vagy milyen partnerrel szeretsz énekelni, játszani? Két név azonnal eszembe jutott, három, bocsánat, László Boldizsár, Cseh Antal és Kelemen Zoltán, tehát azt hiszem, hogy ővelük játszottam a legtöbbet. Én mindenkivel szeretek játszani. Tehát ez is mondok, hogy minden darabot szeretek, és tényleg nem tudsz olyan embert mondani, akivel ne játszanék szívesen. Örülünk az új tagoknak is, a fiataloknak, hisz mindig új szint hoznak a társulatba, és de akár Nánási Ágát, most Szemere Zita is eszembe jutott. Jó, nyilván, hogy a férfi partnereken az én esetemben nagyobb hangsúly van, mert azért mindig van egy tenor, és van egy bariton, akivel vagy harcolok, vagy szeretem, vagy nem szeretem. Tehát mindenféleképpen velük többet énekelek. Azt hiszem, hogy az oszlopos tagokat említettem. Na most az operai közönség egy jó része, és a szegedi közönség egy jó része is eléggé konzervatív, ami azt jelenti, hogy a hagyományos előadásokat szereti. Például nagyon nagy sikerül volt a Simon Boccanegrának, ugye, ami az eredeti milánói bemutatónak a rekonstrukciója volt, de itt Szegeden gyakorta vannak nagyon modern felfogású előadások, például az Alföldi Varázsfólája, de volt más is. Te hogyan viszonyulsz ezekhez, vagy mit szeretsz, mint néző, és mit tudsz elfogadni, mint énekes? Mint néző szeretem a modernebb felfogást is, tehát szívesen megnézem, például nagyon tetszett a Földi Varázsfúvolája. Mint énekes inkább ragaszkodnék a hagyományos rendezésekhez, úgy érzem, amikor ott benne vagyok. De mivel látom, hogy nézőként hogy működik, tehát van rétege a modern feldolgozásoknak is, így nyilván, hogy a színpadon is szívesen teljesítem a rendező kéréseit.
A Metropolitannek van egy kiadványa, ahol énekeseket szoktak interjúvolni, és mindig megkérdezik tőlük, hogy ki a kedvenc zenészek, kit szeret legjobban énekelni, és kit szeret legjobban hallgatni. Verdi és Puccini neve jár a fejemben, de azt hiszem, hogy Verdi. Tehát a Verdit szeretek a legjobban énekelni, most per pillanat úgy gondolom. És legjobban Angela Giorgiut szeretem hallgatni. Aha, és szerzőként is Verdi a kedvenced? Mármint, hogy zenehallgatóként? Elég mindenevő vagyok zenehallgatóként. Akkor inkább Puccinire szavazok, hogyha egy nevet kell mondani. Ő is kapja egy voksot. Na most kötelező kérdés szinte. Vagy jó kérdés, vagy nem jó kérdés, tehát mi? Van még olyan szerep, amire vágysz, amit elénekelnél, vagy olyan szerző? Van, sok szerep van, amire vágyom, amit elénekelnék, olyan is. Például nagyon szívesen énekelnék Neddát. Uh-huh. Még valamit eszembe jut, mert ezen gondolkodtam, mielőtt találkoztunk, mert biztos meg fogod kérdezni, és nehéz erre válaszolni. Én újra nagyon szeretnék Mimit énekelni, Traviátát is, tehát úgy gondolom, hogy ezek még nem futottak ki belőlem. Gitró Katalinnal beszélgettünk, és akkor hát egy prózai színész eljátszik egy szerepet, eljátsz a szériába, és csokkolom, azt lehet, hogy életében többször nem találkozik vele. Az opera énekesnél nagy valószínűséggel többször is találkozik vele. Ez mit jelent, amikor mondjuk több év után megint találkozol egy szereppel? Milyen hát ez most csak egyetlen egy esetet tudok erre mondani, ez most épp a Don Pasquale. Mert ideig még nem énekeltem kétszer. Igen, de mondtad, hogy vágynál rá, meg hogy miért jó lenne. Miért lenne jó? Vágyom rá, mert amikor például Traviátát, amikor először játszottuk, még
döcögött, még volt benne javítani való, még az ember zavarta a technikai dolgok éneklés közben, tehát igazából harmadik, negyedik, ötödik előadás lenne az, amire azt mondom, hogy már összerázódik a dolog, és sokszor nem éri meg az ötödik előadás, mert mondjuk van 6 vagy 8 egy operából, amit 2 szereposztásban jut nekem 3-4. És a következő évben, mikor felújítottuk, akkor már sokkal könnyebben, sokkal olajozottabban ment, és tulajdonképpen lelkileg is az emberben tovább él, és tovább gondolja a figurát, és ezt már nem tudja megmutatni. Ez nagyon, nagyon rossz, hogy akkor, 10 évente talán előkerül egy darab, tehát azért mondom, hogy én most ott tartok, én 2002 óta vagyok a színháznál, de úgy komolyabban 2004-5 óta énekelek, 2008 óta vagyok szólista, hogyha így nézzük, ugye hát az 8 év, tehát igazából csak a Don Pasquale az, az ami most visszaismétlődik. Na és mondjál olyan szerepet, ami nagyon vágynál, de valószínűleg sose fogod elénekelni, vagy nem mernél neki. Égkirálynő. Igen? Ott nagyon tetszenek az áriák és a figura, de hát nem tudom, mert mondjuk vágynék egy Lámer Mori Luciára is. És még egy kicsit úgy érzem, hogy talán még valamikor bele is férne. Tehát még most. Most így, tehát még egy évem ezelőtt megkérdezed, akkor azt mondtam, hogy azt már nem. De most, hogy dolgozom a Norinán, így úgy érzem, hogy talán még a felé is elmehetnék. Sajnálom, hogy nem énekeltem Gildát, nem énekeltem Adinát. Ezek kimaradtak, ezt nagyon sajnálom. Hát biztos, hogy a Sarastrót fogod mondani, mint álomszerepet. Nem. Miért jó ez a pálya? Miért jó a ti pályátok? Az emberben annyi érzés van, és annyi fantasztikus dolgot tud a színpadon átélni, amit amit egyébként civil életben nem biztos. Ez kicsit félre is vezeti, mert azért sokszor egy olyan fölfokozott állapotban jövök le a színpadon, hogy azt hiszem, hogy na ezt most így lehet akár a magánéletben is tovább folytatni, és mondjuk az embernek a férje azt mondja, hogy na jó, de most már hazaértél. Tehát, hogy ezeket a felnagyított érzelmeket, ezt nem tudod a hétköznapokban kiélni. És akiben ennyi minden van, feltételezem, hogy minden színpadi emberbe, és egyébként is nagyon sokakban, akik nem tudják magukról, hogy mit tudnak kihozni belőlük a színpad, annak egy áldás, hogy ezt megélheti. Szerintem is. Köszi. Én is köszönöm.